Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A sport gazdasági szerepének növekedése határozza meg a sport közgazdász képzést. Ez nagyon fontos volt, hiszen a sport a GDP-hez történő hozzájárulásban is élen jár mostanában, illetve hát emelkedett az értéke. A sportra fordított állami kiadások radikális növekedése nem különben szerepet játszott ebben. A sport létesítmények számának növekedése, és itt nem elsősorban csak a stadionokra gondolok nyilván, a sporttal foglalkozó szakemberek iránti igény növekedése is, és erre a választ kedves nézőink András Krisztina adja meg, sportközgazdászként a Corvinus Egyetem oktatója. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszöntelek. Nos, tehát azt hiszem ez volt az alapja. Hiszen nemrégiben most, hogy a téli olimpiát kijelölték, nekem nagyon tetszik Cortina d'Ampezzo és Milano. Arra gondoltam, hogy most mindenki lépten nyomon Cabert Barrot idézi, és hogy milyen messze volt így távolságban az időben a közgazdász szemlélet a sporttól. Aztán egyszer csak megérkezett hozzánk, leginkább a rendszerváltozás tájékán, mert hogy előtte nagyon is jól tudjuk, hogy bújtatott állásokban dolgoztak a sportolók zöme, első osztályú válogatott labdarúgókról tudok, akik 4 órában elvileg be kellett volna, hogy járjanak, akár itt Fehérváron is a Videoton gyárban, vagy Győrben a győri vagon és gépgyárban. Nem sorolom, mert ez mindenütt így volt, és nem csak a labdarúgásban. Aztán hirtelen jött az igény, és induljunk el Amerika felé, tehát próbáljuk meg azt a nyugati profi sportot elérni, utolérni, azokat a hatásokat megvizsgálva nyilvánvaló volt, hogy kell sportközgazdász képzés is. De beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Kérdezem ezt annak tükrében, hogy most diplomáztak az első sportközgazdászok itt Székesfehérváron a Corvinuson. Megint nagyon izgalmas kérdéseket vetettél fel, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy érdekes lehet a véleményem. Ugye valóban ez apropót ez adja, hogy egy picit azért visszamegyünk, amikor egy mesterszakos képzés megjelenik a palettán, akkor amögött azért egy szakmai döntés van, és alatta egy olyan időszakban, amikor a felsőoktatásban megszűntek szakok, illetve összevonódtak, megjelent egy teljesen új szak. Ez volt a sportközgazdász mesterszak. Mi tudtuk, hogy ez készülődik, de a Magyar Akkreditációs Bizottságnak egyszer csak nyilvánossá vált a honlapján, és a Corvinus Egyetemen, a Gazdálkodástudományi Karán működő Sportgazdaságtani Kutatóközpont ugye nagyon-nagyon sok mindent tudhat maga mögött. Ez megnyilvánul az oktatásban, tehát több tárgyat fejlesztettünk, és több helyen lehet tárgyunk. Megnyilvánulnak kutatásokban, kutatások mögött PhD-vel rendelkező kutatókban, és azt éreztük, hogy egy olyan dologban nem lehet, hogy ne álljunk bele, ami gazdálkodástudományi, tehát egyfajta üzleti diplomát ad, és a sportgazdasági kérdéseit vizsgálja. Ráadásul 2016 nyarán megkötött egy nagyon értékes szerződés, ugye a város, Székesfehérvár városa és a Corvinus Egyetem között, amely szerződésben ígérte az egyetem, hogy olyan szakok is megjelennek a városban, amelyek a Pesti Campuson sem, sőt, mi egy kicsit nagyobbat álmodtunk, ha lehet olyat hozzunk, amely akár az egész ország szintjén egyedülálló. Ezért gyakorlatilag a bajnok városnak az igényeire és azzal való együttműködéssel formálódott a sportközgazdász mesterszak, amely valóban a 17-18-as tanévben az indulásakor bejövő első évfolyam, az mostanra ért a végére, hiszen ez egy mesterszak, tehát 2 év, 4 fél évvel, de egy nagyon fontos specialitás, hogy a nappali formát azt választhatják a hallgatók normál képzésben, és választhatják duális formában. Ugye induláskor nagyon sok partner rögtön mellettünk tette le a voksát, ami szintén egyfajta visszajelzése annak, hogy a szféra ugyanúgy elismeri, hogy bizony ezen a területen is megvan már egy speciális munkaerő igény iránti hiány, tehát hogy szükség van erre, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez a korábban formális módon való együttműködés legyen informális módon, legyen formális ebben a formában. Ugye az 5 partnerből ugye kiemelkedően fontosak a fehérvári partnereink, így az Alba Régia SC, akinek az elnöke által 2 sporttárnak is egy fontos betekintését láthatják a hallgatók, a férfi kosárlabda és a női kézilabda. Tehát Balázs Imréről van Balázs szó. Szó, és az Imrét azért is szeretném mindenképpen idehozni a nevét, és nem véletlen, hogy a
második skeofon, ami itt Fehérváron az első volt a tavalyi évben, ugye az Imrének ítélte meg a mi szellemi műhelyünk a sportkiválósági díjat, amelyet a sportgazdaság területén letett dolgokért adományozunk, vagy adunk ki minden évben. Ez azért volt, mert ő egy katalizátora is volt ennek a szakelindulásnak, hiszen beszélgettünk róla, hogy a sport, ugye miért lehet stratégiai ágazata, ahogyan ugye fel is soroltad. Egy város életében a kultúra és a sport az, amelyik közösséget építhet és képezhet. Ugye a mi városunknak van egy nagyon határozott stratégiája, meg a jó gazda módjára igyekszik, és folyamatosan fejlődik a város, így egyébként eleve is fantasztikus alapokról. Ennek ugye az oktatás is fontos része, és a felső oktatás is, és a fiataloknak a megtartása, hogy a fiatal a sportban is fiatal, ugye nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az utánpótlás képző műhelyek elveszítik akár azon a ponton a sportolóikat, amikor az a kérdés merül fel, hogy tovább tanulás vagy sport. Ezért szerettünk volna egyfajta megoldást választ adni erre a kettő sportolói duális karrierre. Ugye ez az elnök úréknál is jelentkezett, mint kérdés, de azt is tudtuk, hogy a hét minden napján szeretnénk fiatalokat, mert egyébként akkor a Cornus Egyetemen a csapatom és én inkább azon gondolkodtunk, hogy hogyan indítunk be egy vezetőképzést, tehát hogyan indul egy olyan képzés, ahol a szférában már kint levő vezetők az élethossziglani tanulás mesdjén visszaülnek ismét az iskolapadba, és kicsit frissítik a tudásukat. De ugye tudtuk, hogy a Cornusnak önmagában sportjellegű képzésre nincsen jogosultsága, és ekkor megjelent a palettán a sportközgazdász, és ugye sikerült nagyon gyorsan, és ez is látszik, hogy azért lehet gyorsan jó minőséget összerakni, mert hogy minden inputod megvan már hozzá, és ugye raktuk össze azt a képzést, amelyik azzal a hármassal dolgozott, hogy ez egy Cornusos mesterszak, tehát az összes olyan erős gazdasági jellegű tárgynak benne kell lennie, amitől valaki jó közgazdász lesz. Belekerültek olyan sportgazdasági tárgyak, ami a TFL közös sportmenedzser mesterszakon, amely utóbbi az a sporttudományhoz van akreditálva, és két egyetem együtt tanítja, a Tessenyés Egyetem és a Cornus Egyetem, tehát ezek a tantárgyak. És harmadikként meg egy olyan világ, ami egy ilyen állandó fejlesztés alatt van, és igyekszünk mindig olyan tantárgyakat kínálni a hallgatóknak, amire most azt gondoljuk, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacra, mindenképp szükségük van. Csak hogy néhányat szemezgessek, közbeszerzés és sport. Ugye ilyen szempontból közbeszerzési jogot ebből a szemszögből sehol nem tanítanak, már pedig ugye amikor említed a beruházásokat, akkor ugye nem kérdés, hogy ez milyen fontos tudás. Vagy pontosan látjuk, hogy a gazdasági rendszerek hogyan alakulnak át, nemzetközi rendezvények hova kerülnek. Így nem szabad, hogy ne foglalkozunk az ázsiai sportgazdaságtannal, ezért fejlesztettünk egy ázsia sportgazdaságtan tárgyat, ahol a hallgatók ilyen Skype-on való bejelentkezéssel ennek a területnek a sportvezetőit hallgathatják meg interaktív előadásokba. Vagy ide tartozik a La Liga együttműködés, hiszen a Cornus Egyetemnek a végzettségével olyan közgazdászokat, sportközgazdászokat igyekszünk képezni, akik bárhol megállják a világon a helyüket a tudásban, ehhez meg igenis tanulni kell, alázattal tanulni itthon, és meg kell nézni a nemzetközi jó gyakorlatot. Ugye ezért egy fix egyéves szerződés köttetett a Cornus Egyetem és a La Liga Business School mögött, amit meg hát nem kell neked mondanom, hogy egy milyen kiemelkedő partneri kapcsolat. Az is itt alapozódott meg a Fehérvári SKEOF sportgazdasági konferencián, mert a tavalyi konferenciára hívtuk meg, ugye ez a konferencia mindenképpen fontos, hogy nemzetközi vonulata is legyen, azaz hallgassunk, illetve a nyelve akár az angol legyen, mint munkanyelv bizonyos szekcióknak, ezért az idejében már volt egy önálló angol nyelvű szekciónk, és hívtuk meg akkor Diego Sánchez Trillót, mert akkor az volt a témánk, hogy globalitás, globalizmus és lokális értékek. Hogy rakod ezt össze? Hiszen a La Liga is egy elvileg egy nemzeti bajnokság, amelyik nagyon látjuk 2015 óta az akkor új elnökkel, hogy hogyan kíván nemzetközi márkává válni, és tesz ezért nagyon sok konkrét gazdasági, stratégiai dolgot. Azt gondolom, hogy lehet tőlük tanulni. Így hívtuk akkor meg Diego-t a kampuszra, és tartott egy előadást, és idén meg ugye ő kapta a sportgazdasági kiválósági díjat, mert tudni kell, hogy az egyetemmel nem szakadt meg az ő kapcsolata. Dékán asszony meghívta, és egy ilyen vezetői testületben
a tanácsot a gazdasági, sportgazdasági területnek, és ez mostanra megformalizálódott egy szerződésben, aminek az a mi szándékunk, hogy a hallgatóink tudását növelje ez az együttműködés, tehát egyrészt oktatás, másrészt közös kutatások, amivel ugye a célunk az, de most ugye pénteken megvolt a záróvizsga ennek az évfolyamnak, és beleborzongató nagy élmény volt hallgatni őket, mert ez alatt a két év alatt ők még jobb szakemberré váltak, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy mesterszak, tehát ők már úgy jönnek be, hogy bizonyos alapszakokon végeztek. Így direkt tágra nyitottuk a bemenetelt, mert ugye nagyon különböző szaktudás van tulajdonképpen szükség. A legelső bejövő évfolyamnál egyébként inkább sportszervező szakról jöttek, és viszonylag csekély volt a gazdálkodási. Akiket most felvételiztettünk, ott meg 70% fölé ment a gazdálkodási területről jövőknek az aránya. Mert ugye itt kettő dolgot ígérünk, nagyon jó közgazdásszá kell válni, de azért a sportot ugye nem egyszerűen szeretni kell, hanem ugyan elkötelezettnek kell lenni az irányába. És mi a bemenetkor ezt nézzük meg, hogy ez a motiváltság megvan-e, és amit mi szeretnénk, hogy az alatt a két év alatt mi tudunk-e hozzátenni olyat, hogy az ő tudásuk aztán bátran engedjük ki a szférába. Ez ugye igazolódik is, mondom, hogy hallgattunk a záróvizsgán őket, és beszámoltak a munkáikról. Olyan dolgozatokat írtak, amelyek meggyőződésem, hogy egy-két év múlva el fogjuk olvasni a nemzetközi sportvilágába, hogy na azért változtatták meg a kézilabda utánpótlás versenyeinek az időzítését, mert bizony Herorsolya, aki ugye az első évfolyamnak az egyik kiemelkedő hallgatója, írt egy olyan diplomadolgozatot, amit ezt vizsgálta, hogy mind múlik a kézilabda sportban az utánpótlásból, kik lesznek aztán válogatott, és kiknek tud kifutni a karrierjük. Orsira egyébként mindannyiukra, mind a 13 hallgatóra, meg az első évesekre is nagyon büszkék vagyunk, de az Orsi még egy jó döntést is hozott, azt gondoljuk, mert ő most felvételizett a PhD programra, tehát úgy gondolja, hogy vinné tovább ezt a dolgot, továbbra is beszállna akár az oktatásba, és kutatással is emelni ezt a dolgot. Tehát, hogy ugye a mesterszaknak ez is a szerepe, hogy nem csak a munkaerőpiacra kerülhetsz ki, hanem akár azt mondod, hogy az akadémiai pályán folytatod. Tehát nem csak a kézilabda kapuban klasszis az Orsi, és csapatkapitány. Igen, mint csapatkapitány. Nos, én azt gondolom, hogy amire utalnék, amit mondtál, hogy a globalitás, nyilván mesterszakon tudják már, hogy bármennyire is közhely, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Hiszen azért ne feledjük, hogy az ő feladatuk, illetve a jó néhányuknak az lesz a feladata, hogy nem kitekintve és globálisan megváltoztatni egy-egy sportág trendjét, hanem hogy itt segítsenek adott esetben Székesfehérváron. És itt visszakapcsolódnék a bevezetőmhöz, amikor azt mondtuk, hogy az állami kiadásokat radikálisan növelte az Orbán kormány. Ez abszolút pozitív változás. Ez nem politikai kérdés ebben az értelemben, hiszen tudjuk, hogy a támogatásoknak köszönhetően mennyi új sportlétesítmény, és szándékosan nem a stadionokat mondom, hanem kézilabdapályák, kosárlabdapályák, jégkorongcsarnokok, uszodák épültek, és természetesen tornatermek, stadionok. A legkisebb faluban is most már tetten érhető a fejlődés, és én azt hiszem, hogy ez az egész magyar sportot emeli már, mint a szintjét. Ebben hogyan tudnak segíteni a sportközgazdászok? Hogy ez a növekedés, ez csak egy dolog, ez egy külsőség. Ugyanakkor ehhez nyilván kell pénz, arra ott van a TAO leginkább, és hogy azt a költségvetést olyan szinten tudják elkölteni, hasznosítani, hogy ne tűnjön el nyomtalanul, tehát legyen először is utánpótlásnevelés, tehát fejlődjék az utánpótlásnevelés, ennek legyen látszata kifelé értelemszerűen, tehát marketing, a sportmarketing elválaszthatatlan ettől, és legyen eredmény, hiszen ne feledjük, hogy a köznapi ember néz sportot, nemzeti sportot olvasva értelemszerűen arra vár, vagy a televíziót nézve, hogy a ifik, a junioroknak a nyakába érmet akasszanak, a labdarúgó együttesünk jusson ki, ifi EB-re, junior EB-re, és így tovább, U21, teljesen mindegy, hogy melyik korosztályt mondom. És a végén ez jelenjék meg a felnőtt sportban is.
Ugye mi úgy tudtuk mindenképpen segíteni ezt, hogy ahogyan mondod, a TAO a magyar sport finanszírozásában egy meghatározó forma, és azt is látjuk, hogy még egy ideig marad. Ezért nagyon fontos volt, hogy ők az elméleten tud, ezt nagyon gyakorlatban is ismerjék. Ezért a Corvinus Egyetem most a mögöttünk jött fél évben először intenzív hétet is tartott, tehát nem csak a 13 oktatási hét, hanem volt egy hét, amikor csak egy héten egy kurzust végigjárhattak a hallgatók. A Fehérvári Campuson hirdettük meg a TAO finanszírozás című kurzust, amire egy kormánybiztos TAO igazgató érkezett csapatával, és megtanították egészen az elektronikus rendszerig minden egyes elemét, mert ugye ez nem egy állandó vágy, hogy amikor egy sportközgazdász duális partnerhez kerül, vagy a végzés után valaki felveszi őket, akkor ne hangozzék azt, hogy egy fél év kellett ahhoz, mire gyakorlatban is jól muzsikáltak. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, ezért ők TAO finanszírozást tanultak. Ugye nagyon fontos, amit mondasz, hogy egy sportközgazdász hogy tud ehhez hozzátenni. Ugye a sportnak is megvan egy kettőssége, van a sportszakma, amire őket mi nem képezzük. A sportszakmának a képzőhelye a sporttudományban, a testnevelési egyetem, illetve más helyeken. De ugye az egy nagyon fontos, hogy itt attól a sportszakmai sikert nézzük és örülünk, de annak a feltételeit meg kell teremteni. Mondtad az állam szerepét, igen. Közgazdasági irányzatoktól függetlenül azt általában el szokták ismerni, hogy az utánpótlás nevelés, illetve az infrastruktúra megteremtése, az a mi országunkon kívüli országokat is figyelve, abban jellemzően nagy szerepet játszik az állam, vagy valami állami jellegű, tehát egy város, annak önkormányzata, stb. Stb. Ugye nagyon sokáig, aki régebb óta foglalkozik a sporttal, és ahogyan te is elmondtad ezeket a szakaszokat, sokáig mondhattuk, hogy igen, de nincs infrastruktúra, nincs pénz, stb. Stb. Most már látjuk, hogy az állam ezt teljes mellszélességgel megteremti, de azt is látjuk, hogy ez önmagától még nem működik, ezért megint a sportközgazdász hol tud segíteni ebbe, hogy olyan szakmai tudással rendelkező szakembereket küld ki a munkaerőpiacra, amelyek aztán döntéseknél, ezeknek a működtetésében, vagy már jobb esetben a fejlesztésénél olyan aspektusokat von be, amik a hosszú távú fenntartható működésben szerepet tehát játszik. Tehát egyfajta működési modellt mutatnak. Működési meg. Modelleket tanítunk nekik, ami nemzetközi is, de ahogyan mondtad, igenis a helyi specifikumok, tehát másként működik, minimum kettő modellt, az angol szász jellegűt, ahova ugye nézhetünk és mutogathatunk az Egyesült Államoknak a jellemzőire, vagy egy angol sportműködésre, de azért Európán belül azért jellemzően a piac nem ilyen jellegű szerepet kap, egyszerű példa, tőzsdén finanszírozódnak labdarúgó társaságok, erre Európában 98-ban lett lehetősége például a Bundesligának, és alakult át részvénytársaságá, de tőzsdé egyetlen egy klub ment, teljesen más modellben gondolkodik a kontinentális logika. Tehát ilyen szempontból milyen modelleket tanítunk nekik, meg a sportnak van egy hihetetlen izgalmas vonatkozása, hogy abban a sportoló egy fontos értékteremtő tényező, egy csapat fontos, egy klub is az lehet, de az egésznek a rendszere az egy monopolisztikus struktúrában nemzetközi szövetség, regionális szövetség, és ahogyan szabályoz FIFA és az UEFA, az a mozgástere a labdarúgásnak. Ez egy globális sportág, és látjuk jól, hogy mik a jellemzői, de teljesen más, mint egy egyéni sportágnak a működése. Ezért ugye tantárgyak esetében van is ilyen tantárgyunk, a sportágak működésével ismerkednek a hallgatók, megint nem tőlünk, hiszen ez akkor hiteles, hogyha érkeznek a kampuszra az adott sportágnak a vezetői. Így ezen a kampuszon rengeteg vendég volt jelen, illetve az is nagyon jellemző, hogy mi mehettünk el, tehát amikor elhagyjuk a négy falat, és oda mehettünk, ugye így voltunk például az Araknál, a Bregyókhozban, amikor az atlétika üzleti világáról a Zsivolszky Farkas Györgyi ott egy konkrét helyszínen beszél, hogy mit jelent a gyulai memoriál, egészen más ugye úgy tanítani, hogy az ember négy falon már van, meg más úgy, hogy a kim vagy a konkrét helyszínén, és arról lehet beszámolni, hogy egy létesítmény milyen lehetőségek, vagy törekszünk arra a kutatásainkba, például a gyulai memoriállal a kettő ilyen kutatást is csináltunk, mikor lakossági megkérdezést, hogy mit jelent nekik az esemény előtt, és utána, és nagyon szépen megmutatkozik, hogyha átéled az élményt, akkor egészen másként tekintesz egy eseményre, mint hogyha előtte elméletileg kérdezem,
Igen. Mit jelent nekünk az olimpia. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy milyen gazdasági hatása van egy sportrendezvénynek, egy kiemelt sportrendezvénynek. Ugye tudjuk, hogy nem csak szimbolikus az, hogy aranyáron mérik egy-egy világesemény megrendezését. Tehát ez fejben is eldől, pénz is kell hozzá, nem kevés pénz nyilvánvaló, viszont milyen gazdasági hatása van. Foglalkoznak-e a sportközgazdászok ezzel, hogy ezt érdemes megcsinálni van, vagy sem, hiszen van jó példa előttünk, a junior ökölvívó EB, illetve VB az az ellenpélda mindenképpen, de a kajakkenu világbajnokság az totális siker, esztendőről esztendőre bármelyik világesemény, és nem különben most a labdarúgó EB-re gondolva már. Azt hiszem, amikor arról olvasunk, hogy már több mint 1 millió jegyigénylés érkezett, vagy már túl vagyunk a 1,5 millión, akkor már is összesen ugye 3 mérkőzésre kerül sor Pesten, és ráadásul felépül végre a Puskás, mondom én, ott, ahol ennek fel kell épülnie, az egy óriási dolog. Igen, tehát ugye nem véletlen, hogy a példaként mondod is a Magyar Kajakkenu Szövetséget, ugye duális partnerünk a szövetségük, a második, tehát a tavalyi évben csatlakoztak hozzánk, és nem véletlenül ki is választottak azonnal 2 hallgatót. Mind a 2 hallgatónak a lehetősége rendezvényhez kapcsolódik. Ugye az egyik hallgatónk a Kajakkenu Világbajnokságban elnök úr mellett dolgozik, a másik hallgatónk pedig a Vívó Világbajnokságban vesz részt, és annak a szervezésében. Tehát egyrészt operatíve, ugye a know-how, és ebből tanulnak, másrészt meg valóban egy döntésnél, ugye hát ebben azért az esemény és esemény között nagyon nagy a különbözőség, ugye a legbonyolultabb és legkomplexebb az egy olimpia, és különösen a nyári játékok, nem feltétlenül az említett téli játékok, de mondjuk már egy labdarúgó Európa bajnokság, és annak, hogy a pályázatába belevágunk-e, de ugye megint, amiről beszélünk, a 2020-as az egy nagyon speciális, már az UEFA-nak az életében is ugye ezzel, hogy nem egy ország, még csak nem is 2 ország, hanem több országból szerveződik, de ez egy fontos tanulság, hogy Magyarország és egyetlen egy városunk úgy nem pályázhat egy rendezvényre, hogy annak nem a hosszú távú fenntartásában gondolkodik, mert valóban egyetlen egy rendezvényre, eseményre nem szabad létesítményt építeni és fejleszteni. Az lehetséges, hogy kapacitásában nagyobb egy ilyen eseménykor, de már most tudod azt, hogy vissza fogod bontani, és ugye visszabontás után milyen lesz az élete. Tehát ez végig kell gondolni a koncepciót, hogy szolgálni fogja a lakossági sportot, szabadidősportot, illetve célod-e az, vagy már most akár elnyert eseményeid vannak, amelyek a következő évben oda jönnek eseményként, de ugye önmagában megint az esemény, egy sportesemény, azt mi szerethetjük, de hogyha az nem tesz hozzá makrogazdasági értelemben a mi országunkhoz, turizmuson keresztül, foglalkoztatáson keresztül, az építéseken keresztül, akkor ugye valóban hosszú távon értelmezhetetlen, hogy miért tekintünk egy ágazatot, lásd a sport stratégia ágazatként. Most már a jó hír önmagában, hogy jó hírünket viszik, az nem elég. Igen, azt tudjuk. Ugye ez is nagyon fontos, az Európai Unióban van egy szándék, és ebben a kutatásban is a Sportgazdaságtani Kutatóközpont tagjai részt vesznek, hogy a turizmus mintájára bevezesse a mi országunk is a sportszatellit számlákat, aminek az lenne a lényege, hogy kimutatható lesz az az összeg, amelyben a magyar sport a GDP-hez hozzátesz, de akkor annak minden elemében, tehát abban akkor megjelenik a szabadidősportolás, és az egészségen keresztül, teljesítményen keresztül megjelennek a nagy hazai rendezésű események és annak a hatása. Ugye ez nagyon fontos, az EU-n belül van 1-2 ország, ahol létezik ennek a rendszere és számszerűsíthető. Ugye mi is szeretnénk, és most dolgoznak rajta a kollégák, a Központi Statisztikai Hivatal, illetve a Magyar Diáksport Szövetség mögötti közalapítvánnyal egy EU-s pályázat keretében, hogy ez számszerűsíthető legyen, hogy mit is jelent a sport, annak a gazdasági, makrogazdasági hatása. Nos, elrohant az időnk. Én nagyon szívesen folytatnám, én bízom benne, hogy lesz erre majd módunk, lehetőségünk, hiszen kismillió kérdés merült fel bennem. No, de én azt gondolom, hogy a Mezei Gyuri bácsinak gratuláltam akkor, amikor behozta Magyarországra a prolicenszes képzést, és hát a labdarúgó edzőknöket ez alapvetően változtatta meg, függetlenül attól, hogy a testnevelési főiskola is jó munkát végzett, meggyőződésem szerint. Ez kicsit olyan nekem, ez a mesterképzés, tehát a közgazdászok prolicenszes képzése egy másik vonalon nyilván, és ennek
az egyik fontos szereplője mindenképpen te vagy, illetve a Corvinus Egyetem értelemszerűen. Úgyhogy én ezt köszönöm neked, mert hogy azért bizonyos vagyok benne, hogy ez a nézők számára is tetten érhető az a fejlődés, amit egyik oldalról a kormány eldöntött, másik oldalról pedig ennek számszerűsíthető eredményei is lesznek. És ehhez pedig kellenek a kvalifikált sportközgazdászok. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm, én is itt lehettem. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket láthatták. Vendégem András Krisztina volt, a Corvinus Egyetem sportközgazdásza. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!